Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Most ébredtünk, vagyis várjál, ide leraknak és elmagyarázom. Meg vagy, jól vagy? Szóval felkeltem egy ideje, és forgolódtam, és azon gondolkoztam, hogy a múltkori ébresztés miatt vissza kéne adnom a fiúknak, de legalábbis a Bencének biztos azt, hogy felébresztett. Direkt húztam egy ébresztőt korábban, mint ők fognak kelni, és gondolkoztam, forgolódtam, nézegettem a telefonomon, hogy mit tudnék csinálni, és arra gondoltam, hogy az, hogy ráugrok rájuk, az már olyan lejárt, és olyan, nem tudom, túl kiszámítható lenne, úgyhogy mivel most nem annyira jó a fűtés, és én is megfagyok, ezért úgy gondoltam, hogy jéghideg vízzel leöntöm őket. A Rebekát megpróbálom megkímélni, mert ő nem szivatott meg, úgyhogy majd úgy próbálom menteni, hogy rá ne menjen. Hogy most mivel kezdtél vele. Hello! Azt a rohadt. Szia, kicsike! Jó reggelt, kicsike! Úristen! Ja, hogy fel is vettétek? Te úgy ismersz? Boldog. Tényleg? Fázom amúgy. De tényleg, te én neked... Én a fáradtságtól fáztam. Timi... Melvin búzott zenétei. Egyszerűen fogalmad nincs, Timi. Te... Fogalmad nincs, hogy mit tettél. Édesem. Hogy mit tettél. Nem tudod. Jó ég. Nem. Te nem tudod, mit tettél akkor. Ezt csak visszakaptad. Na jó, tanulj. Ezt megadom. Szabi? Én a Szabi. Jó. Nekem is hívja. Jó. Mi hallod? Mi van? Bocs, senki mindenki. Itt egy porszívó. És? Általában a háztartásokban van porszívó. Szabit keltsük már porszívóval. Mit akarsz vele kérni? Te hülye vagy. Az jobb, mint az íz. Nem áll. Csak egyszer kaptam. Hát egy fel fog kelni. Bence, nem hiszem. Ne csapkod már az ajtót. Ezt itt hagyom. Ezt nem tudom, hogy akarod kivitelezni, de kívül is.
Ez igen. Ez igen. Megoldom, csak gyere! Ne menjek! Az igen, anyukám, ha megkaptad. Azt hiszik. Felemhaladszolod, hogy neki nem el. Bealudtam csak, bealudtam. Mikor? Haver, én vizet kaptam a nyakam. Bence egy kancsó vizet kapott, úgyhogy te sokkal jobban. De jó, egyébként tudod, mire jutottam? Úgy megijedtem, mint az állat. Tudod, mire jutottam, hogy szemtelen. Tehát most egy napja van a Brodafestben, és már szemtelen. Mert jól néz ki. Hoppá! Mi történik köztetek? Van egy kis... Megintek már két kis... Van egy kis dolog? Hát de nem, várjál, úgy volt, hogy Dominikkal lesz közös szobád. Akkor most ez itt? Hoppá, nem is rá zavarok. Jól néztek ki. Excuse me? Ki áll itt a szálhajad? Én nem csináltam semmit. Szerintem hagyjuk őket, nem? Szívem. Gyerünk, menjünk. Menjünk ki. Csak óvatosan. Hello, hello. Nem is megérkeztünk a piacra, itt van Szabolcs is. Hi. És vásárolni fogunk, meg reggelizni egyet Timinek a csodálatos prankje után. Köszönjük szépen, Timi, ismét egy taps jár Timinek, haj! Nagyon jó prank volt, itt vagyunk a piacon. Minek vagyunk itt? Tehát ezt... reggelizzünk egyet! A piacon. Hát a piacon lehet a legjobbakat reggelizni. Életemben nem voltam egy piacon. Hagyjad már, velünk egy is jártál. Ez az életem első alkalma, hogy piac. Ez a piac? Akkor ez lesz a résznek a címe. Miért ne? Szabi kipróbálja, milyen a piac. Így néz ki egyébként, látjátok. Az egész, nagyon jó hangulat. Lehet alkudozni. Reggelizni jöttünk. Reggelizni, meg körbenézni. Itt van a közel. Olyan jó zöldségeket lehet egyébként venni. Sokkal jobb, mint a szupermarketekben. Jó, egy pici baba. Barom. Szeretnél babát? Ment a jobbra. De pici volt. Timi, te hogy állsz a gyerek kérdéshez? Köszi, szeretünk! Figyelj, Bence! Én megláttam valamit. Igen. Azt lehet, nem így kellene felvezetni, de... És ez minden nélkül. Mit láttál? Ez itt vagy egy óriás kolbász, vagy... Micsoda? Vagy. Nem tudjuk, hogy az micsoda. Az mi lehet? Jó órák vannak amúgy, esküszöm, jó órák vannak. Akarsz nézni jó pár órát? Hát, adsz kölcsön, tesó. Én imádok amúgy... Szeretnél olyan dobozt? Milyen dobozt? Amúgy ez mi? Ez milyen dobozt? Talas már hátrébb. Wow, az jól néz ki. Szóval én imádok piacra járni, szerintem én ilyen tipikus öreg leszek, a Rebecca Ordiba állni fog, hogy mikor jövök már vissza, de én tud alkudozni fogok mindenkivel. Írógép! Mint akinek sztrókja. De jól nézne ez rajtad ki, haver. Azt megmondom. Dominiknak venni egy, nem tudom, hogy ennek mi a neve, trombita vagy tűrt, vagy mi ez. Az ott egy néni. Szabi, találtam a szobádban. Mit találtam? Blik-blik. Oda néz. Rebecca, meg lesz innen az eljegyzési gyűrűd. Kész. Hülye vagy. Lehet, hogy most, Timi, megkérem most Rebecca a kezét? Nem. Nem? Nem. Nem ez a tökéletes nem. Alkalom? Szerintem nem. Se. Szerintem se. Egy piacon. Pont itt, pont ezen a helyen. De miért? A piac az jó. Itt olyan gagyi személyek kérik meg mások kezét, mint például a Szabi. Belőle kinézem. Hallod, Szabi, megkérem most a Rebecca a kezét, ha megkéred a Timiét. Úgyhogy járkálunk, nézelődünk, tök jó minden egyébként, de nagyon, nagyon haj az a gyűrű fele, Rebecca. Hogyha megnézitek, akkor csak a gyűrű fele megy. Timi meg Szabi között szerintem van valami, esküszöm, tehát én komolyan mondom nektek, figyelj. Nézd meg, mit találtam. Nézd. Ezt hozzá végig beszélünk, hogy lejátszott, lemez lejátszott. De jó.
X-faktor mehetünk is. Valami kaját is kéne venni, mert azért éhesek is vagyunk, de tök jó itt körbenézni, mert egy plázában azért nincsen ilyen hangulat, meg nincsenek ilyen tárgyak, amiket lehetne vásárolni. Alkudozni kéne. Valamit. Alkudozzál. Valamit meg kéne venni. Hát jó, de mit vegyünk? Vegyek neked gyűrűt? Nem. Na, fiatalok! De hova hoztál minket? Úgy őszintén. A legjobb helyre a világon. Kolbászok, hurkák. De tényleg. Hát, mamma mia. Ja. De miért nem jó? Hát én tudom, hogy nem eszek ilyeneket. Nem eszed ilyeneket, akkor mit szeretnél? Biztos, minden van. Minden. Tudod, mit láttam? Igaz, hogy a párolt káposzta az nem egy reggeli kaja, viszont nagyon szeretem. Az egyik kedvenc. Na jó, párolt káposzta. Hívják, köret az, vagy mi? Pizza. Meleg szendvics. Pizzát. Pizzát a hentesnél? Nem, nálunk. Rossz bolygón vagy. Meleg szendvics van. Meleg szendvics a hentesnél? Rossz bolygón vagy. Itt nézelődjél, hogy mi van. Faszénes sütételek. Mit mondtad? Faszénes. Faszénes kész? Faszénes egyébként, de nem baj. Fiú Bence, én elbizonytalanodtam. Én azt veszek, amit te eszel. De jó, akkor húrka meg kolbász. Akkor azt mégsem. Rántott. Mi? Rántott hús. Jó az. Van. Toljad a rántott. Úgyis kicsit késő van már reggelizni, úgyhogy. De van rántott hús? Biztos, hogy ki van. Ti engedjelek, megnézed, hogy mi van? Amúgy tényleg nézd meg, hogy mi van. Ne itt szép. Ne tüsszögjél már itt az asztalnál. Ne kellemetlenkedj, Timi. Normális vagy. Meglépett, megy. Hoppá. Nem tudtam, hogy akkorát fog szólni. Egyébként tök jól bírom, amikor ez nem normális. Tök jól bírom, amikor ezt csináljátok, de ezen meglepődtem. Ezen most én is egyébként. Igen, és párolt káposztát szeretnék hozzákérni. Szabi, mit kérsz? Nem eszek. De mi az, hogy nem eszel? Egyéb már valami. Nem. Mindegy. Te mit fogsz enni? Én kolbászt fogok enni, és hurkát. Az igen. Hát aztán nem sajnáljuk. Az a szép adag. Hát, hogyha ezt megeszem, akkor te viszel haza konkrétan. Tehát vagy gurítasz, vagy kézbe. Látottak, hogy mit hagytál ki? Nem áll haver, ez... Én annyira sajnálom amúgy, hogy nem szeretem, mert nagyon jól néz ki. Ugye? Uh-huh. Nagyon jól néz ki. Gyere kicsit, Bence. Jöjjek. Uh-huh. Kimásszak innen. Elmegyek amúgy most. De hova mész el? Kaján, sőtem, eleve miért nem kaját? Hát, de mondom Izzi Timinek, hogy megsértődtem rá. Timinek? Aha. Minek? Hogy Izzi ki fog készülni, tudod, hogy Izzi azt fogja hinni, hogy miattam megyek el. Mondd el, mondd el. Nem mond. Mondjam azt, hogy sértődtem, megsértődtem. Hogy megsértődtem, és azért nem vagyok éhes. De csak nem mondjam, hogy rá. Rá, csak. Rá. Jó? Oké. Okay. Elmegyek pizzáért. Sziasz vissza. Kérsz valamit? Nem. Megvolt a kis kajálás, Rebeka fogja a bakelit lemezt, ugyanis vettünk a Szabinak egy modern talkingos bakelit lemezt, ami nagyon megtetszett neki. Ő gyűjti egyébként az ilyeneket, és ebből valami hang, mondta, valami hangeffektet akar kiszedni. Én nem értek hozzá, hogy őszinte legyek, de Rebekánál ott van. Mi ez a kis divat bemutató? Vagy box match? Inkább box match. Timi megint pasizik, hogy mit csinál a telefonon. Timi, a fiúkkal beszélsz? Se kép, se hang. Úgyhogy megyünk vissza a lakásba, és elfoglaljuk magunkat valamivel. Hi! 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 Mivel beszélsz? Nem érek rá, telefonálok. Fiúkkal, megint csak a fiúk. Na, menjünk a lakásba vissza. Arra érkeztünk haza, hogy egy kis ajándék várt itt minket. Rajta van a tévén egy cetli, ami azt írja, hogy boldog karácsony, srácok, Bálint. Hát kaptunk dobot, gitárt. Én már így nyom. Ott a Xbox Guitar Hero be van kötve, Szabi már nyomja is. Tök jól néz ki, profi vagy, de kicsit halkabban, mert Rebeka amúgy elaludt. Annyira cukin tud aludni, te jó ég. Lehet kettel játszani? Ha. Jövök. Jaj, de látszik, hogy alszol. Ne kezd már fel. Hagyom, hadd aludjon. Jól megy a játék amúgy? Várj, most a Timinek húzatom, hogy kell nézd, csak fel. Jut köztetek tényleg gondolni. Én esküszöm nektek. Hogy én nem akarok vízmadárkodni, meg nem mondom azt mindenre, hogy ez talán egy dolog és ez egy létező dolog, de ez az. Tényleg azt látom, hogy amúgy. Hallod? Na, be kell jelentkezni. Az? Ott? Ott van valami jelenleg. Mutatom, figyelj! Ügyes vagy. Megy rá ide.
Ezt csak azért játszottál rá, mert azt mondtam, van valami, de valami tényleg van köztetek. Azért szenteljünk már ennek egy másodpercet, mi történik? Várjuk. Ez most mi amúgy? Sok-sok liter levegő van köztünk. Szabi, hol a kezed? Tudunk együtt játszani. Bejön neked a Szabi? Közben interjúzhatok, ne? Bejön neked a Szabi? Húzom le. Aha, hogy? Bence, ilyen kompromitáló a kérdésekkel minket, hogy vagy nem nyilatkozunk, ne haragudj. Majd legközelebb. Ne haragudj. Mikor lesz új videó? Na, kijöttem kicsit az erkére, nagyban mennek a gitárhigrózgatások, és hogy őszintén legyek, tök jól érzem magam, és most érzem azt, hogy zseniális ötlet volt kivenni ezt a lakást. Annyira kerek lesz a sztori, hogyha ezek ketten összejönnek, hova nem tudom, hogy van-e valami a levegőben, nem érzem ezeket általában olyan jól, de talán írjátok meg a kommentbe, hogy ti mit láttok, van közöttük valami, nincs, csak szivatnak engem egyáltalán, vagy hogy ez tényleg egy valós dolog, de mint már mondtam nektek, nagyon jól érzem magam a lakásban, most érzem azt, hogy ez tényleg egy nagyon jó ötlet volt, tök jól aludtam, annak ellenére reggel megprenkeltek, de ezt még Timi vissza fogja kapni, de kezd belerázódni, azért most már kezd rendes Budapest tag lenni. Mi? Kezdő is rendes Budapest tag lenni, úgyhogy örülök, lassan felébresztem Rebekát, és csinálni fogunk valamit, egyébként ezt a erkét még talán nem is mutattam nektek, innen ilyen a kilátás. Így, remélem nem állítom el a kamerámat, az para lenne. Ilyen magasban vagyunk. Na mi van? Kis alvás? Hogy mit? Hogy mit? Veletek mi történt? Vörös a fej. Szedj már össze! Elmondod, hogy mi történt? Vagy... Büfiztem egyet és most azon rőtt! Jó volt azért? Ügyes volt, de nézd magam, Rebeka milyen aranyos. Végigadta a koncertet. Akkor nem volt erről. Imádom a Bence reakcióját amúgy. Nézted? Láttam. De mi elmondjuk nekik az igazságot? Nem még. Bár Bálint... A Bálint szerintem sejti, sőt, szerintem fixen talán még tudja is. Várom, hogy mikor fog rákérdezni. Hát ja. De és hogyha... És ha ő elmondja Bencének. Na az lesz a szép, és utána meg tudja Rebeka, meg a Dominik is. Nem lenne jobb, ha tőlünk tudnád meg. Nem tudom, szerintem ezt tényleg még hanyagoljuk egy kicsit, nem? Majd valamit. Ne kezdve a Rebekát. Na bocs. Mi volt a koncert? Hát nem tudom, én most csinálnék, vagy én is amúgy aludnék, mennyire jó néz, hogy alszik. Menjünk aludni egy kicsit. Igen? Jó, menjünk aludni. De. Na nyomod. Jó éjszakát. Szia Rebeka. De hallod? Na, én gitározni szeretnék, az fix. Én akarok gitározni. Nem, ez felejtő, sem úgy. Nem már. Biztos, hogy nem. Másik gitár nem megy? Az nem működik. A Bálint olyan ízét hozott, de hogy nem jó. Nem működik. Én gitározok. Boldog karácsony, srácok. Köszönjük szépen. Bálint, nem működő gitárokat hozol ide. Én fogok gitározni, te szépen leülsz, ez doboz. De nem akarok dobolni, haver. De a doboz király. Hát de hogyha király, akkor... Akkor dobolj te. Jó, tessék itt a gitárod. De nem adod ide, mi? De ne húzzad már. Ne húzzad már, Szabi. Nem fogom mondani. Aki... Ne! Haver. Szép volt. Gratulálok, egyetlen. Akkor én dobolok. Te hogy lehetsz ilyen? Te so... Hát te szabtad szét, nem én voltam. Én szabtam szét, te nem akartad ideadni. Te nem akartad ideadni, Szabi. Nem érdekel. Jó. Nem érdekel, Bányit valahogy vissza akartam vinni. Te fizeted kicsit. Ember, hagyj játszak már. Jó, gyere, nézd próbálom a másikat, hát működik. Biztos, hogy ez a helyes módja? Látszadnék! Hihetetlen, hogy nem vagy képes átadni egyébként. Érdekel.
De ez nem téma, érted? Szabi! Az erősebb most egy ősz. Hallod? Ráj... Ráütem véletlen a Modern Talkingra. Nem. De... Ott volt a pléd alatt. Hallod, nem. De csak nem lett baj. Nem, de most ezt most... Ne, ne szórakozz, ezzel most ne szórakozz rá. Ráütem és eltörött a Modern Talking. Ez most komoly. Bence! Hát de ráütöm! Bence! Ott volt a pléd alatt, ne legyetek már ilyenek! Nem volt vágott, nem ezért egyébként most tudom, hogy szajándékban kaptam vágott, full gyűjtöm ezeket. Ez az egy Modern Talking lemez nem volt meg, ez egy arany lemez volt egyébként. Mi? Olyan nagy a papír. Kapsz egy másikat, nem tudom. De honnan? Nem direkt akarok megpróbálni most... hangszereket, meg hangeszközöket. Ezt nem na nézd meg! Azt a szabít... Mi van veletek? Nem hiszem el. A szabít tette tönkre. 10 percre mentünk fel. Ezt a szabít tette tönkre. Szabít? Most megnézem. Mit csinál? Hát megnézem, hogy lehet-e kapni ilyet még. Hol az alja? Nem törnék el direkt egy bakerit. Srácok! Ott van a másik. Hol az alja? De hogy lehet, hogy rájön? Ezt hogy csináltátok? Hány kiló vagy? Az a fej... Nem azért. 13 000 forint egy ilyen lemez. Micsoda? Amúgy tényleg. 13 000 forint egy ilyen lemez. Wow! Ha ezt a bányát meg tudja, hallod, kikészül. Nem, direkt törtem el. Haver. Nem akarok direkt bakerit lemezeket, meg gitárokat törni, az is véletlen volt. Amúgy most nem is én vagyok dős, a bányát ez nagyon ki fog készülni. Nagyon ki fog készülni. Sejt, most hova mész? Hát elmondom neki, mi történt. Mint a direkt csinálnám. Nem, zeletett a részét, te nem ezt. Jaj, árulj be, ez az! Árulj be! De a gitárt is! De a gitárt nem én törtem el! Várj, ott kettőt törtem. Rá! Nem értem, minek drámáztak. Nem direkt törtem el, nem akarnék direkt bakerit lemezeket törni, meg gitárt. Fabi! Nem akarok rongálni cuccokat. Hát fú, gáz, érted, de pont ezért nem akartam, hogy ide költözni. Járkás, járkás. Fabi! De fúra is tudom, felelőtt lesz. De most hova mész? A polgárakon! Megy. Ez kell csak. Dominik az mostanul a háttérbe gitározni. Jó lesz az! Na. Szóval bejelentkezünk mindennel, be kell mindennel jelentkezni. Ilyen koncertélmény senkinek nincs, mint amit nekem. Ez az első, ez a Bad Boys Club. Bad Boys. What you gonna do? What you not gonna do when it's dead boy? Na, gyertek már! Oh, csiki-csiki, papá! De hülye vagy. De ahhoz tánc is van. Csiki-csiki, papá! Baszok. On your side, on your side. Csiki-csiki, papá! Na mi? Hadd szóljon, menjen már! De jó, ezért kell ide költözni, látod? Van a Charlie, az aki szép? Hát nem hiszem, hogy a Guitar Hero az benne van. Ja, egy külön adj rá zenét! Hangot! Adj rá zenét! Adok rá zenét! Melyik az? Rendesen köszönjük szépen! Moszó Magyaróvár, nagyon-nagyon vagytok! Yeah! Tűjetek! Azokra a mikrofonokra lehet állni, mert múltkor kibaszott nagyot este! Michael Jackson? Jó az! Billy Jean! Nem az! Ez nem az, te hülye! Köszönjük szépen! Békés Csaba! Szevasztok! Csaba! Melyik középső vagyok én? Igen. Nem, én vagyok a középső. És hol a szöveg? Majd, hogyha elkezdődik, akkor jön. Nem, én még a jó oldalra. Jaj, fejlesz, nem kéne! Nem bírok egy sem a szövegnek, én... Long way or another, I'm gonna fight ya. I'm gonna get you, one way. Szétszettük! Nagyon rossz.